1990-ben kikerültem előszállásra egy új munkahelyre, és ott az egyik kollégám járt Budapestre egy kosárfonók képzésre, ami egy 3,5 éves képzés volt, és mivel én nagyon szerettem kézimunkázni, érdeklődtem tőle, hogy hogy is lehetne, és milyen szakokat képeznek ott a BMK-ban. Ő felvilágosított, utána érdeklődtem, és nagy izgalommal mentem az évnyitóra, hiszen 50 évesen azt hittem, hogy én leszek a veterán. De nagy örömömre szolgált, hogy voltak nálam idősebbek, és nagyon sok fiatal, és nagyon sok idős férfi és hölgy volt. És miért tetszett a mézes kalács mellett dönteni? Tulajdonképpen nagyon szerettem volna megtanulni a szövést. Nagyon sok házi feladatot adtak nekünk az iskolába, havonta 3 napot jártunk is. Ugye a szövőszéket megvenni mindjárt 100 000 forint volt, és hát azt nem tudtam megvenni. És így gondoltam, hogy megpróbálom ezt a dolgot. Hát megmondom őszintén, félve kezdtem el, mert mindenki azt mondta, hogy Jézus Isten, ez a búcsús mézes kalács, és pont ezt, és miért. És akkor én láttam ott pár próbadarabot, ott kiállított darabokat az iskolába, és hát láttam, hogy közel se olyan gépi és egyéb, hanem teljesen kézimunka ez a dolog. És akkor hát ez igazából azért választottam, mert megtetszett. Hát nagyon sok munka van vele. Tudnék önnek mutatni egy kis macikát, majd lehet, hogy meg is keressük. Az pontosan 9-szer van kézbe véve. Hát először is ünnepekhez mérten megtervezem, hogy mit fogok sütni, be kell gyúrni. 3 évig kézzel gyúrtam, de kinőttem a kézigyúrást, ugyanis ez egy nagyon kemény tészta. És hát 3 év után tudtam venni egy gépet, egy gyúrógépet, ami most már segíti a munkámat. Belerakom az anyagot, meggyúrja, és egy napig pihenni kell. Tehát ez nem olyan sütemény, hogy meggyúrom, és rögtön lehet sütni, hanem másnap lehet sütni, pihentetés után. Kiszaggatjuk, kisütjük, és utána jön a díszítés. Hát a díszítés az elég bonyolult dolog, mert ugye van, ami natur díszítést kap, tehát csak a fehér színmázzal, van pedig, ami színes, ezekhez én ételfestéket használok, ételszínezéket, természetesen ez is megvan adva, hogy mi az az engedélyezett százalék, amit szabad ehhez használni, hiszen gyerekek megeszik, stb., és nehogy baj legyen belőle, tojást fertőtleníteni kell, lisztet hűvös helyen tartani, tehát nagyon szigorú előírásai vannak, tiszta kéz, higiénia, stb. És akkor utána, amikor díszítem, akkor általában úgy szoktam, hogy mindig egyfajtát díszítek, mert akkor ugye a mozdulatok bejáródnak, és hát bizony már, amikor az 500. szívecskét csináltam tavaly karácsonykor, akkor már szinte behunyott szemmel is. És utána jön még a csomagolás, és hát körülbelül ennyi a munka vele. A formákat ön tervezi? Részben én tervezem. Van egy nagyon jó ismerősöm, egy nagyon ügyes férfi itt a szomszédba, aki nekem ebben nagyon sokat segített. Kinagyítottam például kis formákat, kinagyítva lerajzoltam neki, és nekem ezt megcsinálta. Ez az egyik forrásom. A sajnos géppel nem lehet csinálni ilyen finomabb kis apró munkákat. Szoktam vásárolni külföldről behozott formákat, nem azért, mert a magyar nem jó, hanem Magyarországon nem találok. Én mindig ezt keresem mindenhol. Nem találok ilyen változatos formákat, míg Ausztriából behozott dolgok, igaz, hogy nagyon busás áron árulják, de nagyon szépek és nagyon változatosak. És szoktam mindig bővíteni a formákat.
És a motívumok, azok is nagyon változatosak. Motívum, hát igen. Mondta nekem az egyik vásárszervező a napokban, amikor arról beszéltünk, hogy a karácsonyi kézműves vásáron lesz még egy mézes kalácsos. Ne vegye szerénytelenségnek, de azt mondtam neki, hogy nem baj. Azért nem baj, mert a motívumokat, amit az ember saját maga kitalál, akkor nem kell féltékenynek lenni, mert olyat más nem csinál. Én se csinálom azt, amit ő. És én magam kiszoktam, elszoktam tervezni, leszoktam rajzolni, ez is elég sok időt elvesz, mert például egy nyuszi fejnél nagyon fontos, hogy annak a szeme hogy álljon, görbüljön, fölfelé nézze, hogy húzzam a vonást, angyalkánál szintén, és hát ezeknél az egyszerűbb figuráknál, számomra egyszerűbb figura, ezeknél nem olyan lényeges, de például a kisangyalnál, ott bizony, vagy a boszorkánynál, hát meg kell nézni, majd esetleg megnézzük, hogy ha így húzom, ugye az orra másképp áll, tehát saját tervezés. Hát persze vannak azért motivumok, amit az iskolában tanultunk, nagyon jó tanítónk volt nekünk a Vágó Edit tanárnő, ő oktatta nekünk a gyakorlatot, és ez az egész képzés úgy volt, hogy pénteken volt elméleti rész, és szombaton, vasárnap pedig egész nap esten voltunk, és ott sütöttünk, és vittük az anyagot, és ott díszítettük. Elég sok felé jártam, nagyon sok ismerettségem lett a mézes kalács révén. Például voltam a kapolcsi napokon, 10 napig Vigánpetenden, a szegedi hidivásáron viszem a habverőt, és ott névre szólóan verem a habot, irokázom, mert ezt úgy hívják, hogy irokázás, és ebbe van a hab, és ezt belerakom, és ott irokázom, és névre szóló ajándékokat vihetnek haza, ami hát nagyon kedvelt, és nagyon feldobja a vásárnak a hangulatát. És az íróka? Hát az íróka, azt pedig csak azt tudom mondani, hogy csak gyakorlat teszi a mestert. Az íróka az olyan, hogy hajdani tanárom mondta nekem, hogy szépen csinálom, hogy volt hozzá érzékem. Volt, akinek ehhez nem volt, máshoz volt. Mert ugye azért nem csak ebből áll a mézes kalács, mert vannak térbeli formák is, amit esetleg nem is díszítünk ki, hanem natúr is nagyon szépen és nagyon jót mutat. Na most nekem az íróka az elég jól ment, de ennek volt egy titka, hogy amikor hazajöttünk az iskolából, akkor fogtam egy tálcát, egy ilyen nagy tálcát, és a tálcán húzogattam a vonalakat, én nem tudom, 1000 vonalat, hány vonalat, húzogattam másnap a kört, mert a tanárnő azt mondta, hogy csak úgy lehet megtanulni, ha gyakorlod. És mi szükséges az írókához? Milyen eszköz? Hát ez is jó kérdés, megmondom miért, mert ehhez az írókához nem tudom hány forintos most már a nejlonzacskó, de egy ekkora kis boltban vásárolható, közönséges nejlonzacskó, mint amit itt látunk. Mondták nekem, már szokták mondani, hogy mivel írókázom? Hát mondom, zacskóval, de hát ezt injekciós tűvel is lehetne csinálni. Akkor van ez a torta kinyomó, amit ugye szoktak árulni a cukrászoknál. És mondom, hogy tessék elhinni, meg lehet fogni, hogy nincs benne a végébe semmi. Ez is borzasztó fontos, hogy szúrja ki az ember, hogy vágja ki a végét, nem szúrja ki, vágja ki. És mivel van megtöltve az íróka? Hát cukor és tojásfehérje. Nagyon fontos a tojásnak a nagysága. Ez nagyon kényes. Mondhatnám, hogy a tészta is nagyon kényes, de ez még kényesebb. Mert hogyha ez lágy, akkor szétfolyik. Ha kemény, akkor elszakad. Nagyon-nagyon nehéz a mézes kalács tészta készítés. Nagyon kényes tészta.
két gram, két deka eltérés már megváltoztatja a tisztának a minőségét. Nekem is párszor, kezdetben, elég sokszor nem sikerült úgy, hát természetesen most már ez a gyakorlat már olyan, hogy most már nem kell ettől idegeskedni, de nagyon sokan megkérdezik tőlem, hogy áruljam el, hogy van ez a tészta. Hát igazából nem nagyon szoktam elárulni, bár semmi különleges nincs benne, csak mindig azt szoktam mondani, hogy tessenek betartani a súlyokat, a tojás nagyságát, a cukor mennyiségét, és ha valaki azt betartja, ami oda le van írva, akkor, akkor nem rontja el, és természetesen ha van egy jó sütője. Meg ha megvárja, hogy pihenjen az a tészta, de nagyon kényes tészta. Még a tojás nagyságától is függ a tészta keménysége, és nagyon kemény tészta. Voltam most a BMW-n, és érdeklődtem ott ilyen nagyobb, erősebb gép iránt, és volt ott egy cukrász, aki mindjárt mondta, hogy ugye olyan gépet keres, ami töri a tésztát, és így van, meg kell szabályosan törni. Nagyon nehéz mesterség.